Fancy című számát sokan ismerik. Walker Hayes nagy sikerű videóját 40 millióan látták a TikTokon, a YouTube-on pedig közel 100 millióan. Bár a népszerűség hirtelen jött, a siker elérése időbe telt. Az alabamai Mobile-ban 2004-ben adott első koncertje után Walker és felesége úgy határozott, country zenei karriert építenek. Megkérdeztem, mit szólna, ha Nashville-be költöznénk. Biztos voltam benne, hogy sikerül neki. Meglepett volna, ha nem. 2010-ben került fel első Pants című dala a slágerlistára. Ahogy a karrierje ívelt fölfelé, egyre többet ivott. Mikor vette észre, hogy problémái vannak az itallal? 13 éves koromban ittam az első sörömet. Emlékszem, egész más embernek éreztem magam sörrel a kezemben. Mondhatni, más színekben láttam a világot. De a szerzőként senki sem kérdezte, hogy biztosan délelőtt 11-kor akarsz bemenni abba a bárba, pedig pont ezt csináltuk. 2014. januárjában egy hideg szombaton Lainey megismerkedett Laura Cooperrel, aki meghívta a családot egy szombatesti istentiszteletre, ahol férje Craig volt a pásztor. Walker már ivott néhány pohárral, de beleegyezett, hogy elmegy. Besétált az ajtón, és Walker szerint az első, amit mondtam neki, hogy örülök, hogy itt van. Hálás voltam, hogy végül eljöttek hozzánk. Az elkövetkező néhány évben Craig Cooper pásztor és Walker szoros barátságot kötött. Walkerék azonban még mindig nem akartak semmit a vallástól. Ezek szerint ateista volt? Igen. Mi volt a kifogása a kereszténységgel szemben? Apám egyházi zenei szolgálatban állt, mielőtt ingatlan ügynök lett. Sok sérülést láttam abban a gyülekezetben. 2015-ben Walker elveszítette a lemezszerződését. A családi autójukat is vissza kellett adni a kiadónak. Karrierje miatt elcsüggedve és 5 gyermeke érdekében éjszakai műszakot vállalt a Costco áruházban. Craig ekkor elhatározta, hogy Walkeréknek adja a saját autójukat. A feltétel nélküli szeretetük annyira más volt, mint amihez szoktunk. 2016-ban Walker új szerződést kötött a Monument kiadóval. A következő évben írta és adta ki Craig című dalát. Craig ekkoriban a saját szolgálatával kapcsolatos válsággal küzdött. A dal mélyen megérintette. Ez a kedvesség egyik legnagyszerűbb kifejezése, amit valaha kaptam, és pont a közepébe talált annak, ami a legfontosabb számomra, mégpedig a Jézussal való kapcsolatom. Úgy éreztem, Isten maga énekel nekem, a hitetlen barátomon keresztül, hogy milyen érzés volt. Hű! Egy nap Walker megleptek réget egy gondolattal. Walker azt mondta, elhinné, hogy van Isten, ha fel tudna hagyni az ivással. Így hát elkezdtem imádkozni, hogy Isten vegye el az alkohol iránti vágyat belőle. És megtette. Amikor egy szombati napon abbahagyta, nem azzal a szándékkal tette, hogy mától nem iszom. Csak egy nap volt, amin épp nem ivott alkoholt, aztán másnap sem és azután sem. Csoda, hogy így szokott le. 2018-ban a családot tragédia érte. Kislányuk Oakley nem sokkal születése után meghalt. Sírva kértem számon Istent, akiben nem is hittem. Kiálltam a garázs elé, és ordítani akartam valakivel. Ez nagyon felkavaró esemény volt az életemben. Korábban úgy imádkoztam, hogy Istenem, tedd meg, amit tenned kell, hogy magadhoz vonzd Walkert. Az eset után viszont azt mondtam, Uram, ez az, amit tenned kellett. Nagyon nehéz volt. Oakley halála változást indított el Walkerben. Jobban tudatosult a saját szerencsétlenségem, és a vágyam, hogy meggyógyuljak a problémáimból. Walker elmondta Lainey-nek, mennyire vágyik a változásra és a megnyugvásra. Vettem egy Bibliát, és elkezdtem olvasni. Csak olvastam és olvastam. Amikor reggelente a gyerekekkel lejöttünk, ő általában már ébren volt. Ott ült a konyhapult végén, és olvasta a Bibliát. Nagyszerű volt látni, hogy átalakul, ahogy a Szent Szellem ereje megragadja és átformálja. Szinte hihetetlen.
Fantasztikus. Walker átadta az életét Krisztusnak, és alig várta, hogy a hírt megoszthassa Craiggel. Azt mondtam, hiszek. Megkérdeztem, hiszel? Miben hiszel? Azt mondtam, az egészben. Azt akarod mondani, hogy hiszed, hogy Jézus Isten fia, és oda akarod szánni az életed neki? Azt válaszolta, pontosan erről beszélek. Mire én? Haver! Walker és Craig közösen írt egy könyvet, Örülök, hogy itt vagy címmel. Egy valószínűtlen barátságról és Isten szeretetéről szól. Walker épp koncertsorozatot tart. Reméli, hogy az élete pozitív üzenetet közvetít. Ha megnézik az Instagram oldalamat, biztosan sok kommentet találnak, amiben azt írják, olyan családot szeretnék, mint az övé. De nem ezt akarom üzenni. Biztosan sok ember van, aki végignéz az életemen, és azt mondja, ha kitartok, az én álmom is megvalósul. De nem is ez az, amit üzenni szeretnék. Azt szeretném, ha az életem azt üzenné, hogy mindig is Jézusra vágytam. Ennyi.